Nagyon-nagyon megköszönöm Kladvi Gabinak, hogy akkor gyerekként, fiatalként az összes cikket késpirál füzetbe beragasztotta, abból el tudtuk készíteni ezeket a fantasztikus emlékeket. Nekem megvan 1941-től az összes képesport bekötve, abból is találtunk fantasztikus anyagokat, hiszen akkor a magyar sportsajtónak szinte sik volt Győrről írni, tolongtak az aulába, ha visszaemlékeztek, ahol most a konyhánk van a stadionban, tolongtak az újságírók, keresték a játékosok kegyeit, azt a fantasztikus csapatot, amely Kovács Lacival kezdődött, itt van Laci is, és nagyon örülök, hogy valamennyien eljöttetek. Lázár az egyetlen, aki kimentette magát, ő azt mondta, hogy neki a diósgyőri csapattal, sajnos a mi helyünkre van pályázási lehetősége, hogy kupába induljon. Itt van a csodálatos középpályásorunk, Hanik Póci Gurcsa, Csonka Gyuszi, Miles Anyi, Nagyvég Gabi, Magyar Lajos, Szabó Szentes Hajszán, és mind azok, akik a tablón szerepelnek. Ha belegondoltok abba a társadalmi közegbe, amikor sikerre éhes volt a nép, nem voltunk EU-ban, tele voltunk gonddal, bajjal már akkor is, hiszen 77 óta mondták, hogy a gazdaság romlik. De volt egy fantasztikus közösség, Szániel Jancsi elhozta Vereves Jóskát Fehérvárról, aki a Videotonnal is már, mit mondjak, botonként verte a kapukat, és összeállt egy csapat. Ha megnézitek az őszi szezont, volt 6 vereségünk, és ott voltunk a középmezőnyben, 7., 6., 5. És jött egy olyan tavasz, amiben egyetlen egy vereség fért bele, és szétvágtuk Magyarországot. 8-at a Debrecennek, 5-öt rúgtunk a Csepelnek, 6-ot rúgtunk, 9-et az Óznak, azóta se dőlt meg ez a klubrekord. És kijött ez a fantasztikus ünneplés, amit lent láthattok. A Pécs elleni szakadó esőben 22 000 ember őrjöngött, Magyar Lajos talán, fönt a tömegek hátán hozták le, végén egyszer alsó gatyába jutott el a tribünig. Ez a 82-es év, ez egy szerencsés év volt, és én szeretném elmondani, hogy elég régen élek ebben a labdarúgásban. Nem elég dolgozni, nem elég jó játszani, sokszor szerencse is kell hozzá. Nekünk a 82-es évben volt szerencsénk. Összejött a város, összejött a gyár, összejött az egyesületi vezetés, összejött az edző, összejött a csapattal. Most a csapatot mondtam utoljára, de sajnos ennek a játéknak ők a végtermékei. Ha ők nem játszanak jól, akkor a többiek dolgozhatnak, amennyit csak akarnak. Ezért büszkék lehettek magatokra, mi nagyon büszkék vagyunk rátok, hogy ilyen forradalmat csináltatok a labdarúgásból. Utolsó meccsi említettétek, hogy a Pécs volt. Ugye, tehát megmondom őszintén, én egy percet nem láttam a Pécsből. Ugye, mert messzebb jobbra-balra 40 000 nyilatkozat, a szegény Molnár Dali fölhívott az ellenkező oldalra, átvittek autóval, és amikor kiszúrtak a szurkolók, akkor így kikaptak a lukból, a közvetítő állásból, és így ledobáltak, így kézről kézre, úgy dobtak be a pályát. Tulajdonképpen egy nagy találkozás volt, amilyen a csapat és én, mert nekem megvolt az elképzelésem, hogy milyen futballt játszunk, és a játékosok maximálisan vették a lapot, és valahol őrik is megérezték egy két hónap után, hogy itt valami fog történni. Ugye hát a Szabó elment haza az első két edzés után, és akkor mondta a feleségének, benne van abban a könyvben, a Koltaik a vír, hogy hát azt mondja, ez a pari, ez most vagy zseni, vagy egy hülye. Na most ugye 3 hónapokban ottól jött oda, és azt mondta, hogy az előbbi, és hát ez tulajdonképpen azért volt jó, mert nekem egy visszaigazolás is volt, de hát azt lehet látni egy csapaton, hogy veszi a lapot, vagy nem. Tehát egy olyan motiváció volt ugye a csapat részéről is, ugye tőlem is, hogy az csak jóra vezetett. Tehát ugye kitaláltunk egy olyan játékot, ugye, ami akkor a legmodernebb volt, és azt hát adoptáltuk a magyar futballra. Azért is próbáljuk megünnepelni benneteket, létrehozni ugye egy múzeumot, könyveket támogatni, írni, hogy azok a gyerekek, akik itt futballoznak,
azok tudják, hogy mi volt az a 63-as bajnok csapat, mi volt a 80-as évek aranycsapata. Mi ezért vagyunk, megpróbáljuk a ti híreteket, dicsőségeteket továbbvinni az utódoknak, és reméljük, hogy ugye szó volt itt már pénzről, egyebekről, nagyon reméljük, hogy újra öröm lesz a játék a gyerekeknek.